Köszöntöm a Gyújtópont kedves hallgatóit, a mikrofonnál Király Tamás, ma Puzsér Róbert, megmondó ember, publicista, a vendégünk ellátogatott ide a Hit Radio stúdiójába. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően aktuálpolitikai dolgokról, előválasztásokról, ilyenekről fogunk beszélgetni, de előtte egy személyesebb kérdés. Most itt vagy ugye a Hit Rádióban, a Hit Gyülekezete rádiójában. Mikor kiírtuk, hogy jössz, akkor a kommentelőink közül többen meglepődtek, és mondják, hogy milyen érdekes, hogy mostanában azért a Hit Gyülekezetéhez kötődő különböző sajtó orgánumoknál előfordulsz. Hogy érzed magad ezeken a helyeken? Engem elsősorban a véleménynyilvánításom szabadsága foglalkoztat, olyan, ahol ezt a szabadságot, ezt a nyilvánosságot megkapom, ahol én cenzúramentesen elmondhatom azt, amit gondolok. Az az orgánum az én számomra egy megfelelő csatorna. Én eddig nem tapasztaltam azt sem a Spirit FM-nél, sem az ATV-nél, hogy beleszóltak volna abba, hogy mit mondjak, hogy a véleményem az bármilyen számomra látható vagy korlátozó akadályba ütközött volna. Úgyhogy én, amíg ez így van, amíg ez a helyzet fennáll, addig az én számomra ez alkalmas csatorna arra, hogy kifejezésre juttassam a véleményemet, vagy eljuttassam nagyobb nyilvánossághoz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem csak én használom a cégcsoportnak a médiumait, hanem a cégcsoport is használja az én személyemet, mégpedig arra, hogy talán a balliberális kurzus gravitációs teréből némileg kiszabaduljon, és elfoglaljon egy pozíciót a két kurzus között. Ha ez így van, én nagy örömmel és büszkén segítem a cégcsoportot abban, hogy találjon magának egy pozíciót nagyjából egyenlő távolságra Gyurcsánytól és Orbántól. Úgy érzed, hogy egyenlő távolságra vagy a kettőtől? Igen, végtelenül nagy. Egyenlő és végtelenül nagy távolságra vagyok a kettőtől. De akkor a magyar közéletben most úgy érzed, hogy te ezt középen? Ez most az, hogy ez nyilvánvalóan szubjektív. Ezért sokan érzik magukat középen, vagy tekintik magukat középen, és ez egy politikai kiszorítósdi is, hogy itt mindenki a közepet akarja elfoglalni, ezért mindenki középnek hazudja a saját pozícióját. Ha megkérdezzük Orbán Viktort, ő se fogja azt mondani magáról, hogy ő szélső jobboldali, azt fogja mondani, hogy ő jobboldali konzervatív, és ez a normalitás, kvázi ez van középen. Ha megkérdezzük ugyanerről Dobrev Klárát, megkérdezzük ugyanerről Karácsony Gergelyt, ezek mind azt fogják mondani, hogy ők vannak középen. És értelemszerűen, ami tőlük balra van, az a szélsőség, ami meg tőlük jobbra van, az megint csak szélsőség. Mert ez egy politikai, hatalmi harc. Ez egy ideológiai vezérlésű új beszél. Én most mindegy is, hogy kinek a nézőpontjából ki van középen, én arra törekszem, hogy középen legyek, és elsősorban nem a Gyurcsány és az Orbán relációjában, hanem általában véve a két nagy történelmi kurzus relációjában, mert nem az Orbánhoz meg a Gyurcsányhoz tartoznak a kurzusok, hanem akárhogy is a kurzusokhoz tartozik az Orbán meg a Gyurcsány, legfeljebb az Orbán meg a Gyurcsány sikeresen vagy kevesebb sikerrel foglalja el ezeket a kurzusokat, és bitorolja ezeknek a kurzusok, birtokolja, illetve bitorolja ezeknek a kurzusoknak az erőforrásait, bitorolja, illetve birtokolja ezeknek a kurzusoknak a szellemi erejét, a szellemi közegét, az értelmiségét használja önmaga hatalmi céljaira. Én meg úgy általában igyekszem ezen a reláción, ezen a polgárháborús törésvonalon kívül állni. Ez azt jelenti, hogy nem Orbánt tagadom, és nem Gyurcsányt tagadom, hanem Orbán és Gyurcsány antagonisztikus küzdelmére igyekszem merőlegest állítani. Nem egyikükre vagy másikukra, hanem arra az állításra, hogy kettőjük közül kell választani. És a kurzust tagadod, vagy a kurzust kritizálod? A jobboldali kurzust és a baloldali kurzust egyaránt kritizálom. Magának a kurzusnak a fogalmát nem. Én azt gondolom, hogy jó lenne, és hasznos lenne, hogyha létezne egy harmadik kurzus. Van Puzsér kurzus?
Én nem mondhatom, hogy van, de nyilván az a cél, hogy nyilván az lenne a jó, de most ezt ne hívjuk Puzsér kurzusnak, mert azzal most egy csomó mindenkit, akitől idegen az én habitusom, elriasztunk ettől a dologtól. Úgy gondolom, hogy szükség lenne egy harmadik kurzusra, és ehhez a harmadik kurzushoz nyilván tartozhatnak szellemileg, vagy akörül keringhetnek, annak a gravitációs pályáján keringhetnek különböző értelmiségiek, ilyen lehetek akár én is. Én nem gondolom, hogy ez ettől Puzsér kurzus lenne. Igen, úgy gondolom, hogy szükség lenne egy harmadik kurzusra, és ebből a harmadik kurzusból léphetne majd ki egy nap egy olyan párt, amelyik ki tudja hívni az orbánista és a gyurcsányista kurzusok polgárháborús szembenállását. Hát a probléma az, hogy amíg nincs egy ilyen harmadik kurzus, addig bármilyen párt képződik ennek a harmadik kurzusnak az igényével, azt a két szembenálló törzs ledarálja, és vagy bezsarolja önmagához, vagy addig korbácsolja és gyűlölteti meg vele önmagát, amíg gyakorlatilag átüldözi, átrugdossa a szemközti oldalra. És bármelyik kurzusnak mindkét megoldás megfelel. Akár ha fölvásárolja, vagy magához édesgeti, akár ha elidegeníti, és a végsőkig gyűlölteti meg vele önmagát, és átűzi a szemközti oldalra, mindkettő megfelel. Na most a probléma az, hogyha a semmiből egy kurzus megalkotásának az igényével egy politikai párt zászlót bont, annak nincsenek meg a gyökerei a társadalomban, tehát az első jobbról vagy balról betörő fuvallat átsodorja a szemközti oldalra. Hát először is egy kurzust kell megalapozni, azt pedig a kulturális térben kell megalapozni, és ha majd ebből a kurzusból kilép egy párt, ennek a kurzusnak a szellemi alapjain, a kurzusba leeresztett gyökérzetével meg tud kapaszkodni a társadalom mélyebb rétegeiben, az majd kihívást tud jelenteni ennek a két törzsnek az uralmára. Addig azonban, ameddig mindenki szuper rövid távon gondolkodik, amíg mindenki a pártalapítással indítja el a politikát, addig ezek a pártok, ezek nem gyökereznek a társadalomban, és ezeket a pártokat az első szél elfújja, és gyakorlatilag a törzsek azok betakarítják ide vagy oda ezeknek a pártoknak az elitjeit, meg ezeknek a pártoknak a klientúráját. Itt a probléma, a döntő probléma az, hogy a politikát azt önértéknek tekintik, a pártok azok gyakorlatilag cégszerűen működnek, tehát öncéllá váltak a pártok. Már nem szolgálnak, hanem önmaguk érdekeit, illetve az ezeket a pártokat alkotó kádereknek a megélhetését szolgálják, és ebből a politikai érdekből akarják levezetni a kultúrához való viszonyukat, ezt hívják úgy, hogy kultúrharc. A politika szolgálatába állított kultúra a kultúrharc. Most a helyes felépítésnek pont fordítottja kéne hogy legyen ennek. De kéne gondolkodó értelmiség. Ehhez először is kultúra kell. És a kultúrából kell, hogy kilépjen a politika. Nem a politikából a kultúra. Nem a gombhoz varjuk a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot. A kultúra az alapja a politikának. A kultúra mély réteg. A kultúrában kell, hogy gyökerezzen a politika. De mit értesz kultúra alatt? Kellenek olyan irodalmi alkotások, zenei alkotások, színházi előadások, filmek, amelyek kitermelik azt a fajta gondolkodó réteget, akik mondjuk sokkal árnyaltabban, kritikusabban vagy középen állóbban tudnak gondolkodni? Először is kulturális identitás kell. Ez az, ami elsősorban hiányzik, mert a kulturális termékeknek, a kulturális alkotások, akár irodalom, akár képzőművészet, akár zene, akár tudomány, tudományos tevékenység, mind-mind-mind egy kulturális identitásból fakad, abból csírázik. Most itt alapvetően ez az, ami hiányzik, illetve hát nem hiányzik, itt van két nagyon erős kulturális identitás, és az arra felépülő politikai érdekérvényesítés a jobb oldalon, illetve a bal oldalon. Na most kellene egy harmadik. Azt gondolom, hogy kellene egy harmadik, már csak azért is kellene egy harmadik, mert ez a kettő, ez addig, amíg nincsen kihívása kívülről, addig
csak egymásnál kell. Tehát két pártrendszerrel az a probléma, hogy bármelyik párt megsemmisül, vagy bármelyik erő összeomlik, az automatikusan az összeszavazat a másik párthoz áramlik. Nincs harmadik alternatíva, kvázi nincs egy lefolyó... Ezt látok a Fidesznél és az ellenzéknél. Pontosan ugyanez, pontosan, ez újra meg újra. Nincs egy lefolyó, ahol a szennyes víz elfolyhatna a csatornába, hanem gyakorlatilag a kiszolgált, poshat, szennyes fürdővízben ül a társadalom 30 éve. A probléma az, hogy ha nincs egy harmadik erő, nincs egy harmadik kurzus, és annak az alapjain nem áll egy harmadik politikai alternatíva, akkor ennek a kettőnek mindörökké csak egymásnál kell különnek lennie. Ezen a téren pedig hát nincsen nagy kihívás, mert egyik hitványabb, rothadékabb, mint a másik. És csak valamivel kell különbnek lenni. Csak valamivel kell alkalmasabbnak lenni. De te hiszel abban, hogy lehet egy harmadik olyan erő, ami meg kiváló? Ami erkölcsileg és minden szempontból hiteles? Hát én azt gondolom, hogy ez a kiválóság ez így termelődik ki. Ez magától nem lesz. Hanem arról van szó, hogyha lesz egy harmadik erő... De nem lehet, erő, hogy maga a politika gonosz? És maga a politika a természetőből adódóan nem lehet egyszerűen jó? És ha lenne egy harmadik, az ugyanúgy bemocskolódna? De bizonyára így van. De azért látjuk a különbséget a dán politika meg a szír politika között. Azért látjuk a különbséget a német politika meg a fehér orosz politika között. Az tény, hogy a politika egy gonosz, sötét dolog, de azért látjuk azt, hogy lehet ezt kultúráltan de is Magyarországon csinálni. A rendszerváltás óta nem nagyon látunk különbséget politikai kultúrák között. Nem nagyon, valóban nem nagyon látunk különbséget. Akkor az azért van, mert... a magyar politika nem lehet, hogy úgy, ahogy van ilyen, és ezt így kell elfogadni? Félig egyetértek. Biztos, hogy ilyen, és biztos, hogy nem szabad így elfogadni. Ilyen. Ez tény. A magyar politika ilyen. És ha elfogadjuk, akkor viszont ilyen is marad. Sőt, még ilyenebb lesz. Innen de most normális ember nem megy el politikusnak. Csak erre várnak, hogy mi azt mondjuk, hogy jaj, hát a politika egy gonosz dolog, ezt csak így lehet csinálni. Ja, csak így lehet csinálni. Hát akkor ők csinálják jól. Hát akkor ez máshogy nem is lehetne. Hát akkor ezt az elitet le sem kell váltani. És a normális ember nem megy el politikusnak, mert nem akar begyurcsányozódni, nem akar beorbánozódni, és azt mondja, hogy ő inkább akkor olvas, gondolkodik, és a gyerekeit neveli valahogy. Így van. De úgy gondolom, hogy az öntudatos társadalom az a kezébe veszi a politikát, és az öntudatos társadalom, meg az önérzetes polgár, az nem hagyja, hogy a feje fölött döntsenek, hanem igenis részt vesz, részt vállal a politikában. Ez egy polgári attitűdnek a kérdése. Most ahol feudális az attitűd, ahol egy jobbágy társadalom tenyészik, ott erre nincsen igény. De én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomban hát egy nagyon renyhe polgárosodás az, ami ezt képzi. De szerinted ezen a területen nem van fejlődés? Nem. Vagy rosszabb a helyzet? Nem nagyon van fejlődés. Itt mindig egy feudalizmus konzerváló rend tudott beilleszkedni. És a magyar társadalomnak az az élménye, hogy a rend az feudális. Kell egy erős kezű vezető. A rend az feudális. Ami polgári, az nem rend, hanem az anarchia. Tehát Magyarországon az a történelmi tapasztalata a társadalomnak, hogy vagy polgári anarchia van, mint 20 évig volt 90-től 2010-ig, vagy feudális rend, ahogy 90 előtt volt Kádár vezetésével, és 2010 után Orbán vezetésével. De te a 90 és 2010 között időszakot azt polgári anarchiának tekinted, mert én semmi polgárit nem érzek benne. Az egy dáridós, valóvilágos, valamilyen nagyon kicsit balkáni, nagyon fura közeg, amiben én, így nyilván én akkor 10 éves voltam, vagy még kisebb, de hogy semmi polgárit nem érzek benne. De 4 évenként azért le lehetett váltani a hatalmat. Ez azért egy polgári erény, ez azért egy polgári vívmány, ez azért egy polgári ismérv, hogy 4 évente jön a társadalom, és leveri a poharat az asztalról, és akik addig királykodtak, azok most elmennek ellenzékbe. Az Hongyula miniszterelnökségének vége, Hongyula lassan visszavonul, lassan megírja az emlékiratait, elbúcsúzik a hatalomtól, ez azért egy polgári vívmány, hogy ezt a társadalom ez
ez megvalósíthatja, hogy ez a társadalom ezt elérheti, azóta erről szó nincsen. 2010 óta, meg 90 előtt erre nem volt lehetőség, és most 2010 óta megint nincsen rá lehetőség. És nem lehet, hogy a politikai diskurzusok voltak sokkal rosszabbak, kezdve a privatizációtól, utána az első Orbán kormánynak a furaságai, tehát hogy ott azért volt ennyi fluktuáció, mert tényleg rosszabbak voltak a kormányok? Nem. Meg sokszínűbb volt az ellenzék. Nem. Azért, mert fennállt az 1990-ben, meg hát inkább akkor úgy mondom, hogy az 1989-ben a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon megalkotott konszenzus. Az a konszenzus, amit aztán később a MDF-SDS paktum kiegészített, a rendszerváltó konszenzus, a 20 éves harmadik magyar köztársaság közjogi rendszere fennállt. És ez garantált egy polgári működést ennek a posztfeudális társadalomnak. Csak hogy ebben a polgári működésben, ebből a polgári működésből a magyar társadalom számára nem származott rend, hanem káosz származott, vagy hát akkor hívjuk úgy, hogy anarchia származott, tehát valamiféle valamiféle rendetlenség. Nem olyan fokú rendetlenség, mint demokratikus 90 és 2000, rendetlenség. Nem, igen, mint 90 és 2000 között Oroszországban. Nem olyan fokú, de jól érezhetően rossz volt a közbiztonság. Fenyő Jánosokat gyilkoltak a nyílt utcán. Az Aranykéz utcában pokolgépet robbantottak. Hát olyan cselekmények zajlottak, aminek a nyomán a magyar társadalom azt érezte, hogy na hát ez volna a szabadság. Na hát lehet, hogy akkor ennél azért már jobb az önkényuralom. És a helyzet az, hogy 2010 óta Magyarországon javult a közbiztonság, nem lövöldöznek le a nyílt utcán Fenyő Jánosokat. Orbán Viktor államosította az alvilágot is. Nyilván megkerülhetetlen szerepe van ebben Pintér Sándor belügyminiszternek. Nyilvánvalóan a legnagyobb keresztapát kellett belügyminiszternek kinevezni, és akkor garantált volt, hogy hát a törvényes rend, ami ebben az esetben a legnagyobb, legtekintélyesebb keresztapa uralma, az megszilárdítja a közbiztonságot Magyarországon, és hát ez is történt. Lett volna más út? Hát, ha nem lett volna más út, az sem magyarázza ezt az utat. Hát akkor is meg kellett volna próbálni, akkor is az lett volna a helyes. Tehát Antal József úgy fogalmazott, hogy tetszettek volna a forradalmat csinálni. Hát a probléma az, hogy itt senki nem fizetett a vérével, és a történelemnek kétféle fizetőeszköze van. Ahogy Adi fogalmazott, a vér és az arany. Most itt vagy vérrel fizetnek, vagy arannyal fizetnek. És a magyarok, azok kétszer is fizettek vérrel a szabadságukért. Egyszer 1848-ban, egyszer meg 1956-ban. Mindkét történelmi helyzet reménytelen volt. Ezek a forradalmak, ezek kilátástalanok voltak, ezek nem voltak nyerhetőek az oroszok szuronyai miatt. Az oroszok bevonulása miatt. Most 1989-re a történelmi helyzet megérett egy győztes forradalomhoz, de a magyar nép, magyar társadalom nagy tragédiája, hogy 1990-re már senki nem maradt, aki a vérével fizetett volna, pedig már valószínűleg néhány csepp elég lett volna. Nagyobb lett volna a katarzis, hogyha ott van valami fajta látványos forradalom? Nem a katarzis. Hát nem lett volna szabad megállapodni a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon a kommunistákkal, abban, hogy azok átmenthetik a hatalmukat. De attól féltek az úgynevezett ellenzéki kerekasztalnak a tagjai, amely ellenzéki kerekasztalnál ott ült Orbán Viktor is. Ott ült. Ők attól tartottak, hogyha nem mennek bele a kommunista párt, a MSZMP, illetve az úgynevezett harmadik oldal, miért egy valójában az MSZMP segédcsapatai voltak, a
szakszervezetek, országos tanácsa, illetve a Hazafias Népfront ültek a harmadik oldalt. Tehát tulajdonképpen egy háromoldalú egyeztető tárgyalás, ahol a kommunisták képviselték a két oldalt. Ha nem mennek bele a feltételekbe, amiket diktáltak a kommunisták, akkor a kommunisták azok a munkásőrséget ki fogják vezényelni. És akkor annak a következményei azok beláthatatlanok lesznek. Ha erre sor került volna, bármifajta fegyveres konfliktusra, azt a kommunisták elvesztették volna. Tehát ez a történelmi folyamatokból jól látszott, hogy itt nem rendeződhetett volna vissza a kommunista rendszer. De már nem volt senki, aki szemernyi kockázatot mert volna vállalni. Már nem volt annál a háromoldalú egyeztető tárgyalásoknál a úgynevezett ellenzéki kerekasztal részéről senki, aki lemerte volna verni a poharat az asztalról, mert mi van, ha valaki megvágja magát a szilánkokkal? Na most ilyen körülmények között, amikor mindenki meg akarja úszni, amikor mindenki arannyal akar fizetni vér helyett, egy ilyen helyzetben hiába áll készen a történelmi helyzet a rendszerváltás, a valós rendszerváltáshoz, a forradalmi átalakuláshoz, a polgári fordulathoz. Ha senki nincs, aki a vérével fizessen, akkor mindenki arannyal fizet, és hát abból a kommunistáknak volt akkor a legtöbb éppen. Ebből fakad a rendszerváltásnak ez az elcsalása. Részben egyetértek, viszont pont amit te mondasz, hogy a kommunistáknak volt a legtöbb aranya, meg a kommunistáknak volt a legtöbb beépíthető embere. Tehát ők azért készültek arra a forgatókönyvre is, hogyha esetleg teljesen elvesztik a hatalmat, akkor ott ülnek az alvóügynökeik minden politikai erőben, a társadalomnak a minden rétegében, és felmerül a kérdés, hogy ha ez így alakul, és egy gomnyomásra aktivizálható bárki, akkor... Nem, hát hogyha egy rendes rendszerváltás lezajlott volna, az úgy történt volna, hogy a németeknél az összes ügynökaktát nyilvánosságra kellett volna hozni, és akkor ezek az alvóügynökök azonnal lelepleződnek, ezeket kizárják a pártjaikból, és kész. Hát ez az elmaradt rendszerváltásnak a része, hogy ezek az ügynökök, ezek tovább működtek. Ezek továbbra is jelentéseket írtak. Ezek továbbra is végezték az ügynökség által, a titkos szolgálat által rájuk bízott feladatokat. Itt a súlyos probléma az az, hogy a magyar társadalomban nincs igazi igény a polgári berendezkedés, a polgári fordulat iránt, mert nincs is történelmi emlék arra, hogy ez valaha működött. Hát itt nem volt polgári berendezkedés, mert akárhányszor volt, azt mindig leverték, vagy kívülről, és hát most már legújabban belülről. Belülről kik? Orbán Viktor. De Orbán Viktornak miért nem érdeke az, hogy legyen egy polgári társadalom, ami egyébként sokáig ugye egy termék volt. Polgári társadalomban 4 évenként jó eséllyel át kéne adni a hatalmát. Jó, nem állítom, hogy minden 4 évben át kéne adni a hatalmat, de 4 évenként olyan választásokat rendezhetnek, ahol ő 4 évenként veszíthet. Hát Orbán Viktor jobban szereti a hatalmat annál sem, hogy egy olyan polgári társadalomban akarjon működni, ahol 4 évenként elvehetik tőle a hatalmat. Ezért aztán bebetonozta saját magát egy olyan választási rendszerben, amelyben ő gyakorlatilag kimozdíthatatlan. Most már egy moslékkoalíciónak kell kihívnia a fasisztáktól a egykori tartótisztekig kell összefogni, hogy Orbán Viktort ki lehessen hívni. De azt nem érzed úgy, hogy valójában, amit most a moslékkoalíciónak mondasz, azra soha nem fog a polgári társadalom rászavazni, és még a polgári gondolkodású emberek is kötnek egy kompromisszumot, becsukják a szemüket, és nyilván ők nem a propaganda miatt szavaznak a Fideszre meg Orbán Viktorra, nem amiatt szavaznak, mert mondjuk a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony program annyira jól működik, hanem egyszerűen azt mondják, hogy még mindig ez a legkisebb rossz, és még mindig ez a leginkább
a polgári értékrendhez közel álló formáció. Nagyon messze, de még mindig egy kicsit közelebb áll. Na, hát erről beszélek. Tehát egy ilyen körülmények között, ahol két párt vetélkedik egymással, már ezzel, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze, de egy ennyivel közelebb, mint a másik, és már az a legközelebb. Hát ezért kell minden más alternatívát kinyírniuk. Ezért kell a legkisebb darálót, rossz. Ezért kell két darálót egymással szembefordítaniuk, és ledarálniuk mindent, ami nem a balliberális kurzus, illetve nem a Fidesz, illetve Orbán Viktor. Azt hiszem, hogy aki így gondolkodik, hogy a legkisebb rossz, hogy a kisebbik rossz az a jó, hát ha van ennél kevés, ennél nincs is kevésbé polgári. Ez a legkevésbé polgári attitűd, ez a legkevésbé polgári gondolkodás, ez a kisebbik rosszra szavazás. Találjuk meg a kisebbik rosszat. Bibó István fogalmazott úgy, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Mit jelent ez? Nem félni annyira a kommunistáktól, hogy a kisebbik rosszra, a fasisztákra leszavazzak, nem félni annyira a fasisztáktól, hogy a kisebbik rosszra, a kommunistákra leszavazzak. Hát azt jelenti demokratának lenni, hogy amikor weimarizálódik a közélet, és a kommunisták állnak szemben a fasisztákkal, akkor egyiktől sem félni annyira, hogy a másikra taktikailag leszavazzak az egyik ellen, hanem azt mondani, hogy ebből a kettőből én már pedig nem vagyok hajlandó választani. Nem vagyok hajlandó. Egyrészt nem vagyok hajlandó választani a moslékot, másrészt nem vagyok hajlandó választani azt az önkényurat, aki ezt a moslékot elém tolja, hogy ja, hát ha nem ízlik a moslék, akkor lehet szavazni a feudális uralomra. Hát aki ez elé, az alternatíva elé állít engem, aki ezt a moslékot képezte nekem, mint egyetlen alternatívát önmagával szemben, arra nem szavazni, csak azért, hogy a moslékot elkerüljem. És a moslékra sem szavazni azért, hogy leváltsam amire is, az önkényurat, amire is, a bármire, a karlengető náciktól egészen a Gyurcsány feleségéig terjedő bármire. Csak Orbán takarodjon? Na, pont ez a nem demokrata attitűd, pont ez a nem polgári attitűd azt mondani, hogy ez az egyik annyira rossz, hogy a másiknak már semmit nem kell teljesítenie. Mit tud az ellenzék azon kívül, hogy nem Orbán? Mit tud az ellenzék azon kívül, hogy nem Orbán? És mit tud Orbán Viktor azon kívül, hogy nem Gyurcsány? De a polgári attitűdhöz nem tartozik hozzá kompromisszum képesség? Azt mondani, de hogy... De ez nem kompromisszum, amikor belezsarolnak téged egy vállalhatatlan választásba. Ez nem kompromisszum. És ezt a kompromisszumot, ezt nem te hozod meg. Ezt ők hozzák meg helyetted, és rád kényszerítik. A kompromisszum az lenne, hogy lenne egy harmadik erő, ami mondjuk gyenge lenne. Mondjuk küzd a bejutásért. Mondjuk a kétfarkú kutyapárt. Na arra mondom, hogy az egy kompromisszum. És akkor kétfarkú kutyapárt bemászik a moslékba? De egyelőre ez nem, erre nem látszanak jelek. Abban a pillanatban, hogy a kétfarkú kutyapárt bele kerül a moslékba, abban a pillanatban nincs többé kétfarkú kutyapárt, mert a moslék része. De szerinted, lesz. Ha mondjuk a kétfarkú kutyapárton múlna, hogy az ellenzék vagy az Orbánék alakítanak kormányt 2022-ben, akkor a kétfarkú kutyapárt nem lépne koalícióra az ellenzéki összefogással? Én azt gondolom, hogy az úgy működne egy ilyen helyzetben, hogyha ezen múlna a többsége a kormányzatnak, abban az esetben nekik ha egy évente kell megszavazni a költségvetést, akkor négy alkalommal van szükségük arra, hogy a kétfarkú kutyapárt velük szavazzon, amikor az éves költségvetést megszavazzák. Tehát van négy olyan szavazás, ahol a kétfarkú kutyapárt szavazataira a kormány többségének szüksége van. Ez a kétfarkú kutyapártnak nem kell belépnie az O1G koalícióba. Ez nem kell részt vennie a kormányban. Ehhez az kell, hogy négy évente megszavazza a költségvetést, és megerősítse azt a kormányzatot, mit tudom én, Karácsony kormányt, vagy Dobrev kormányt a hatalmában. Most ez négy olyan lehetőség, négy olyan pillanat, amikor a kétfarkú kutyapárt zsarolási pozícióba kerül. És az hát polgári a zsarolás? Ez a politika. Ki kell zsarolni a megfelelő
Hát most attól függ, hogy mit zsarolnak ki. Hát ha emberi jogokat zsarolnak ki bizonyos csoportoknak, akik addig nem kaptak jogot, és azok jogot nyernek el a zsarolás nyomán, az polgári. Igen. Ha meg maguknak zsarolnak ki ingatlanokat, meg maguknak zsarolnak ki megyéket, meg szektorokat, az nem polgári. És szerinted nincs meg ez a kísértés, hogy a savköpő mennyit államtitkár legyen? Vagy hogy a kétfarkú kutya párt akkor a minisztériumokból garantálja az országnak a fejlődését, és akkor megint a pozícióknál tartanak. De én ettől nem tartok. Tehát én nem így ismerem a kutyákat. Én amennyire ismerem a kutyapártnak a vezetőit, az alapján a kutyák az én szememben fethetetlenek. Pénteken jön hozzánk Kovács Gergely, majd megkérdezzük. És hát az a helyzet, hogy a kutyapárt az immár 15 éve a magyar politika része. 15 éve. Tehát azért 15 évnyi tapasztalatunk van arról, hogy kik ezek a kutyák. Ez alatt a 15 év alatt ők valahogy nem jelentkeztek be a zsíros bödön melletti tagságért. Ez alatt a 15 év alatt ők járdákat festenek, padokat festenek, buszmegállókat pingálnak ki, ők mindenféle civil aktivitást tanúsítanak, plakátolnak, reflektálnak a politika elaljasodására, meg a politikai kommunikáció egyre szélsőségesebb, egyre megszállottabb, egyre weimarizáltabb elzüllésére. Én nem gyanakszom a kutyákra, én bevallom őszintén. Én nem látom azt, hogy ha most vasárnap lenne a választás, rájuk szavaznál? Természetesen rájuk szavazni. Nagyon érdekes így nézve a nyilatkozataidat, és akkor egy kicsit rátérhetnénk az ellenzéki előválasztásra, hogy dicsérted kezdetben Jakab Pétert, hogy így kell beszélni Orbán Viktorral. Aztán Márki-Zay Pétert is dicsérted, ugye, hogy az esélytelenek nyugalmával lesz esélyes. Most hogy látod a helyzetet így, hogy lement az ellenzéki előválasztás első fordulója, illetve egy személyesebb, hogy te voltál ott szavazni? Nem voltam az első fordulóban. Bánod, hogy nem volt? Nem bánom, hogy nem voltam. Nem bánom. De ha a Márki-Zay Péter rajta lesz a szavazólapon a második fordulóban, akkor elmegyek és leszavazok a Márki-Zay Péterre. Ha Karácsony Gergely mellett lesz a neve, nem lesz úgy mellett, tudjuk, hogy nem eldőlt. Lesz neve, igen. Nem lesz mellette a neve, az már eldőlt. Ha Karácsony Gergely mellett lett volna a neve, akkor nem mentem volna el szavazni, mert ez a demokrácia megcsúfolása lett volna, hogy két jelölt egyetlen egy rubrika mellett szerepel, és egyként lehet szavazni két jelöltre, tehát hogy ők nem döntik el, hogy melyikük lesz a miniszterelnök, majd a jövőben, amit egyébként már eldöntöttek, nyilvánvalóan csak nem akarják közölni velünk a rossz hírt, hogy hát Karácsony Gergely lesz, mert akkor esetleg a Márki-Zay szavazók nem fognak leszavazni, tehát úgy ravaszkodnak, hogy akkor ők azt mondják, hogy ez még nem dölt el, de kérik a hatalmat, de kérik a felhatalmazást, hogy leváltsák Orbán Viktort, de ők még nem döntötték el. Tehát nem végezték el a politikai munkát, nem sikerült megalkudniuk egymással, de kérik a felhatalmazást, hát ez a demokráciának az arculköpése. Hát nem gondolom azt, hogy ilyen körülmények között le lehet szavazni. Én azért nem szavaztam az első fordulóban a Márki-Zay Péterre, mert a Márki-Zay Péter tett egy olyan kijelentést, hogyha nem sikerül bejutni a második fordulóba, akkor a második fordulóban a Karácsony Gergelyt fogja támogatni. Most ez egy olyan, most ezek után én nem akartam megbízni a Márki-Zay Pétert, hogy az én tőlem elnyert mandátummal ő Karácsony Gergelyt támogassa. De amennyiben a Márki-Zay Péter a második fordulóban állni fog, kitart a jelöltsége mellett, én el fogok menni az előválasztás második fordulójában, és le fogok szavazni a Márki-Zay Péterre. Akkor is, hogyha ezzel abban a szavazatban segített, hogy Karácsony Gergely legyen esetlegesen Márki-Zay Péter miniszterelnök helyettese. Aha, igen. Márki-Zay Péter miniszterelnökre arra tudok szavazni. Karácsony Gergely helyettesére nem. Karácsony Gergely helyettesére természetesen nem. Hogyha Karácsony Gergely a Márki-Zay Péternek a helyettese, azt tudomásul tudom venni, hogy ez egy olyan politikai alkunak a része, amelynek a keretében Karácsony Gergely szavazatai, vagy Karácsony Gergelyre leadott szavazatok, azok szükségesek Márki-Zay Péternek ahhoz, hogy Dobrev Klárát legyőzze. Egy ilyen szituációban
Ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy politikai alkú. De ne a somlói galuska lépjen vissza a vödör szarjavára, ha szabad kérnem. Tehát ne ez legyen a felállás, mert ilyen körülmények között a vödör szarra szavazok, hogy az legyen a miniszterelnök, és majd a somlói galuska milyen jó miniszterelnök helyettes lesz. Egyébként mit jelent ez, hogy miniszterelnök helyettes? Van ilyen pozíció, hogy miniszterelnök helyettes? Jó, én tudom, hogy a Semjén Zsolt most mindig az Orbánnak a kereszténydemokraták kapják ezt. Tudom, hogy a Semjén az Orbánnak a miniszterelnök helyettese, de ugyan miről dönthet a Semjén Zsolt a vadászati világkiállításon kívül? Miről dönthet? Ez egy tényleges pozíció, ez egy tényleges funkció? Megjelölt, hogy akkor Márki Zaj Péter foglalkozna ezzel, azzal, amazzal, elszámoltatás, alkotmányozás. Hát én úgy tudom, hogy Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy Márki Zaj Péter az ő kormányában bármi lehet. Bármi lehet. Most ez az ember kér mandátumot az ország vezetésére. Ez az ember, aki szerint bármi, ez miféle vezető, ez miféle mondás. Mit jelent ez, hogy bármi lehet? Bármi lehet, csak lépjen vissza a javamra. Bármi lehet, csak én hadd legyek a miniszterelnök. Mi tükröződik ebben? Milyen minőségű mondás ez? Ami a Jakab Pétert illeti, nekem imponált a Jakab Péternek a hangütése. Nekem imponált az, ahogyan megszólította Orbán Viktort. De ez például polgári? Mert most az Orbán Viktor Jakab Péter relációban kérdezem, mert hogy ugye te egy feudalista vezetőnek tartod Orbán Viktort, stb. Tehát, hogy a polgár így beszéljen egy másik kurzusnak a vezetőjével? Az Orbán Viktor az valójában, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy az Orbán Viktorral nem kell, vagy nem kéne olyan módon beszélni, mint hogyha Orbán Viktor az Magyarországnak a nép által megválasztott vezetője lenne. Tehát nem az? Olyan módon. Nem. 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 Nem az. Nem az. Orbán Viktor egy olyan választási rendszerben, egy olyan csocsóasztalon győzi le az ellenzékét, azt az ellenzékét, amit egyébként ő finanszíroz, és amit nem enged megsemmisülni, hanem forrásokhoz juttat, mert ellenük akar újra meg újra nyerni, ő ellenük, akik ellen 2010-ben kétharmadot szerzett, nem ezzel a választási törvénnyel, hanem még a 2010-es azt legitimnek tartod a 2010-es győzelmet? Hát a 2010-es győzelme az legitim volt, csak azt a 20 éves köztársaság intézményeinek a felszámolására használta fel azt a kétharmadot. Most a probléma az, hogy Orbán Viktor egy olyan csocsóasztalon győzi le az ellenfelét újra meg újra, ami így egy olyan, nem tudom én, 25 fokos szögben meg van billentve. Most egy ilyen csocsóasztalon nyer újra meg újra, és komoly pofával ki kéne őt nevezni csocsóbajnoknak. És úgy kéne kezelni, hogy csocsóbajnok úr. És így kéne megszólítani, hogy csocsóbajnok úr. Ő milyen nagyszerűen csocsózik. Nem, ő nagyszerűen billenti meg az asztalt. Nagyszerűen tartja szögben az asztalt. Nagyszerűen vásárolja fel az ellenfeleit. Nagyszerűen imitál demokráciát oda, ahol autokrácia van. És akkor csocsóbajnok úrnak kell hívni? Nem, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy te rohadt csaló. És nekem ez imponál. Imponál, még ha nem is annyira polgári rohadt csalónak hívni, mert ez nem annyira úriemberi, meg itt a lazacos szendvicssel a pofájába ne rohadt csalózzunk, mert akárhogy is a Jakab Péter az elég jól él a rohadt csalónak az utalásaiból. Alig ha parizeren él. Tudjuk jól, hogy nem, de ez egy szerepjáték. Hát most amilyen szerepjátékot eljátszott Orbán Viktor a Németh Szilárddal, a pacalos prolival. De ez nem őszintébb, mint a Jakab Péter? Nem, nem. Ez szerinted Németh Szilárdnak a főztjei nem őszintébb? Németh Szilárd egy tanár és egy könyvtáros. Egy könyvtár szakon végzett tanár és iskolaigazgató volt. Ez nem egy pacalos proli. Ez a pacalos proli egy szerepjáték, és ebben a szerepjátékban Jakab Péter is felvette a De ha szerepjáték, akkor azt azért bevallhatjuk, hogy Németh Szilárd jobban játsza azt a szerepet, mint Jakab Péter azt a szerepet. Lehet, de nem mindegy, ha hazugság. Tehát most itt van két hazugság előttünk, és azért a Németh Szilárd mégiscsak jobban hazudja, hát akkor ő a jobb hazug. Jobb színész.
Hát igen, igen, de hát nagyobb erőforrásokból is, több pénzből is, nagyobb, hát most azért a valaki Orbán Viktor társulatában játszhat, annak nyilván nagyobb a fizetése is, nyilván jobbak a lehetőségei is, miniszterkedhet, az egy igazi országúr lehet. Más, mint az utcaszínház valóban. Hát igen, valóban más. És itt a Jakab Péter az természetesen ugyanebbe a szerepjátékba, ugyanebbe a népszínműbe vállalt egy szerepet. Na de, ettől még, hogy ő neki tele van a pofája egy lazacos szendvicssel, és közben szalámis kiflivel pózol, ettől még Orbán Viktort nem kéne tisztelni, meg nem kéne előtte tisztelegni, meg nem kéne megadni neki azt az államférfiúi gesztust, amelyet Orbán Viktor elvár, mint miniszterelnök, mint választott vezető, hanem igen, de nevén kell nevezni. Nevén kell nevezni az önkényurat, nevén kell nevezni az autokratát, nevén kell nevezni a zsarnokot, bizony. És hát Orbán Viktorral az a helyzet, hogy Orbán Viktor az nem demokrata. Nem demokrata. És akkor miért kéne úgy kezelni, mint egy demokratát? Tehát miért kéne Orbán Viktorral úgy bánni, mintha demokrácia lenne? Miért kéne ebben a színházban a ránk osztott szerepet eljátszani? És erre persze lehet az a válasz, hogy azért, mert Jakab Péter a képviselőségét azt ebből a demokrácia látszatból meríti. Ő ebben a látszatparlamentben látszatképviselő, és ebben van logika, és akkor lehet erre azt mondani, hogy lehet így beszélni a miniszterelnökkel, de akkor ne vegye fel a képviselői fizetését, akkor az országgyűlési képviselők alkossanak egy árnyékparlamentet, az az árnyékparlament hívja ki Kövér Lászlónak a bábszínházát, és az egy már egy érdemleges politikai diskurzus, és onnan már lehet rohadt csalózni Orbán Viktort, de ne az ő pénzén élve, vagy ne az ő utalásaiból, meg ne az ő tőle kapott lazaszös szendvicssel a pofájukban üvöltözzék azt, hogy te rohadt csaló. Én ezeket az érveket értem, de akárhogy is. Miért kéne Orbán Viktort tisztelni? Miért kéne Orbán Viktort, akinek ez egész ország semmi másra nem jó, mint a polgárháború korbácsolására, a közgyűlölet felszítására, hogy abból önmagának hatalmat merítsen, mert már semmilyen érv nem szól ő mellette, meg az uralma mellett, csak a Gyurcsány, aki a még rosszabb alternatíva, illetve a kultúrharc, hogy ezek itt, akik jönnek, ezek feldújják a társadalmat, eltörlik a nemeket, stb. Stb. Tehát, hogy valami rettenetesnek, valami rosszabbnak a képzete, amihez képest Mészáros uraság az egy számítható, egy kiszámítható, egy megszokott és egy Magyarországon ebben a társadalomban ezek között a körülmények között egy jól alkalmazkodható körülményrendszer, amiben most már azért megtanultunk élni. Említettél árnyék parlamentet. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy látod, van-e létjogosultsága például a szakértői kormányzásnak, ami most ugye az ellenzéki jelöltek részéről több helyütt előfordul. Lehet-e szakértőkkel cégszerűen működtetni az országot szerinted? Szerintem jó lenne a szakértői kormány. Én helyesnek tartanám, hogyha nem pártpolitikusok lennének uralmom, hogyha nem pártérdekek mentén, hatalmi érdekek mentén vezetnék az országot, hanem úgy vezetnék, mint mondjuk egy menedzsment vezet egy céget. Mert úgy látom, de az nagyon lelketlen. Hát lelketlen. Hát, de most nem érzed annak A források elosztásában én azt gondolom, hogy racionálisnak kell lenni. Ha ennél sokkal lelkesebbek vagyunk, akkor valahogy mindig a haverjaink kapják a közbeszerzéseket. Hát, vagy azok a választói rétegek, akik aztán rájuk fognak szavazni, és mert hogy ugye szeretnék a hatalmat a következő ciklusban is megszerezni. Ez meg szavazatvásárlás. Ez meg a szavazatok felvásárlása. Hát, én nem a lelket látom ilyenkor, hanem a nyers, direkt, közvetlen, hatalmi,
pártérdeket látom érvényesülni ezekben. És nincs olyan, amikor ez találkozik az emberek érdekeivel? Nem, a nemzeti érdeket nem találkozik. De lehetetlen az, hogy találkozom mondjuk a családtámogatásoknak a rendszere, a nemzeti különböző dolgoknak a rendszere, hogy abban tényleg azt mondjuk, hogy na ezen a területen ez jó, a kormánynak is, mert én rájuk szavazok, jó nekem is, mert támogatást kapok, meg még ideológiailag is egyet tudok vele érteni. És persze egy sor kérdés, mert meg egy csomó vitám van a kormánya. Hát igen, hát most itt tényleg ez a kérdés, hogy most vannak kisebb zsákrumplik, meg vannak nagyobb zsákrumplik. És vannak egészen szabad szemmel jól látható méretű zsákrumplik. Orbán Viktor akkorára zsákolja a krumplit, hogy annak a választói rétegnek már éppen megérje rá szavazni. De ez nem nemzetpolitika. Ez nem nemzeti politika. Ez nem nemzetstratégia. Ez nem a magyar társadalomnak, vagy a magyar államrezonnak az akár csak középtávú perspektívikus szolgálata. Ez nyers hatalmi érdekek mentén zajló szavazatfelvásárlás. Hasonló a 13. havi nyugdíjjal, ami egyébként Gyurcsány alkotott, aztán Orbán Viktor átvett. De ezeknek például nem örülsz? Én a 13. havi nyugdíjnak gyalázatosnak tartom. Gyalázatosnak. Förtelmesnek. Szégyenteljesnek. Az, hogy valakinek 160 ezer forint a nyugdíja, valakinek meg 800 ezer, és a 800 ezer forintos nyugdíj mellé a 800 ezer forintos nyugdíjas plusz 800 ezer forintot kap az év végén, a 160 ezer forintos nyugdíjas meg 160 ezret. Hát, hogy a szegények azok nem az kéne, hogy a 160 ezer forintos nyugdíjas kapja a 800 ezret, és a 800 ezer forintos nyugdíjas meg a 160 ezret. Nem ez lenne a méltányos, nem arra kéne törekedni. Amit mindenki az ő nyugdíjának a 13. hónapját kapja meg. Egyébként meg hol van 13. hónap? Én nem láttam a naptárban ilyet, hogy 13. hónap. Mi a neve a 13. hónapnak? De nem lehet, hogy ez pont a jóléti társadalmaknak az ismérve, hogy plusz juttatásokat kapnak az emberek? Nem. A jóléti társadalmaknak az az ismérve, hogy az állam elkölti az országra. Nem odaadja az embereknek, hogy vegyél magadnak még egy nagyképernyős tévét, anyuka. És aztán majd tudod, hogy kell szavazni. Nem ez a polgári társadalmak ismérve, ez a feudális társadalmak ismérve. A polgári társadalomnak az lenne az ismérve, ha meg lenne csináltatva rendesen a pályaudvar, ha meg lenne csináltatva rendesen a játszótér, ha meg lenne csináltatva. És ezen a területen rendesen sem érzékelsz fejlődést? Valamennyit igen, de éppen annyit, hogy még a következő választáson is megszavazzák. De hogy valójában Orbán Viktor nem Magyarországot vezeti. Orbán Viktor a közvéleménykutatásokat vezeti, meg az offshore számláit vezeti, meg a kormány küldöttségeket vezeti a kliens nagyurakkal, akik az ő küldöttségében, az ő küldöttségéhez csatlakozva tárgyalhatnak. Különböző külföldi delegációkkal, meg gazdasági csoportokkal. Egyébként itt jegyzem meg, hogy Gyurcsány Ferencnek is megvan a maga mészáros lőrince. Úgy hívják, hogy Kóka János, a hírhedt gazdasági miniszter még a Gyurcsány korszakból. Ő Gyurcsány Ferenc mészáros lőrince. Ő utazgat a Gyurcsány vagyon képviseletében kormányi küldöttségekkel külföldre. És ő is a nemzeti együttműködés része. Ő is a nemzeti együttműködés részese. Mekkora lehet ez az antagonisztikus ellentét Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között, hogyha Gyurcsány Ferencnek a mészáros lőrince Kóka János kormányküldöttségekkel utazgat szerte a világban, és szerinted kötüzleteket Gyurcsány Ferenc felhatalmazásával. Szerinted a NER odaszólhat Kóka Jánosnak, hogy szóljál már a gazdádnak, hogy ez legyen, vagy az legyen, hogy mi határomban maradhassunk? Szerintem nem kellene neki. Pontosan azt csinálja, ami az Orbánnak is jó. Mert az Orbánnak is ez az érdeke valójában. Az Orbán is úgy van vele, hogy ha valaki Gyurcsány tulajdonképpen 99%-ban Orbán? Én úgy gondolom, hogy aki Gyurcsányra szavaz, az mindörökké Orbánra szavaz, és aki Orbánra szavaz, az mindörökké Gyurcsányra szavaz. Ezek a szélsőségek egymást képezik, egymást okozzák. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor úgy van vele, hogyha egyszer őt egyetlen egy erő kihívja,
nem ez a moslék, hanem egyszer majd, valaha, egyetlen egy erő, amelyik összegyűjti minden pénzét, minden képességét, hogy őt a hatalmában hívja, az Gyurcsány Ferenc pártja a DK legyen. És akkor Orbán Viktor újra megerősítést kap az ország vezetésére, mert itt Magyarországon egy elutasítottabb politikus mindörökké lesz Orbán Viktornál, és ez Gyurcsány Ferenc, és ezen nem változtat az se, hogyha a feleségét indítja. Te mit tippesz, ki fogja nyerni az előválasztás második fordulóját? Én attól félek, hogy Karácsony Gergely fogja nyerni. És úgy gondolom, hogy úgy fog kinézni a képlet. Az előválasztás eredményének, illetve a jövő tavaszi országgyűlési választás eredményének a függvényében, hogy ha az előválasztáson a Márki-Zay Péter győz, akkor jövő tavasszal a kutyapárt nem jut be a parlamentbe, de az Egyesült O1G lista és az ahhoz tartozó O1G koalíció az leváltja Orbán Viktor kormányát, és Márki-Zay Péter miniszterelnöki kinevezést kap. Amennyiben Karácsony Gergely győz az előválasztáson, a második fordulóban, abban az esetben a kétfarkú kutyapárt bejut a parlamentbe, úgy nagyjából 7% körüli eredménnyel, és Orbán Viktor megnyeri a választást, csekély többséggel, és megszűnik a kétharmados kormányzás. De Orbán Viktor vezeti tovább az országot. Amennyiben Dobrev Klára nyeri meg a választást, előválasztás második fordulóját, és ő hívja ki Orbán Viktort, a kutyapárt 10-12%-os százalékos részvétellel fog bejutni a parlamentbe, tehát jelentős frakciójuk lesz, és Orbán Viktor biztos többséggel nyeri meg a választást. Úgy gondolom, hogy nem lesz kétharmada, de egy jelentős többséggel fogja vezetni Magyarországot, és gyakorlatilag onnantól kezdve a képlet letisztul Orbánra és Gyurcsányra, onnantól kezdve vélhetően Gyurcsány és a pártja, a DK lenyeli és elemészti ezt a mocsarat, ezt a Karácsony Gergely által reprezentált mocsarat, és középen megnyílik a politikai tér egy harmadik alternatívának, egy harmadik kurzusnak és egy harmadik erőnek a megjelenésére, ami az első 22-től kezdődő országgyűlési ciklusban a kutyapártnak a képviseletét fogja jelenteni. Utolsó kérdés, aztán el kell rohannod a Spirit FM-be műsort vezetni, hogy ha lesz ilyen harmadik tér, akkor abban rád lehet-e számítani, illetve nem érzed úgy, hogy a főpolgármesteri eredmény után ezt a politika dolgot annyira elengedted, pedig hogyha ott tovább építkeztél volna, akkor akár lehetnél a harmadik erőnek egy emblematikus alakja. Igen, de hát én Budapest vezetésére kértem mandátumot. Tehát, hogy én nem Karácsony Gergely vagyok, aki bejelentkezik Budapestér, jó, akkor Budapest, aztán Magyarország, aztán miniszterelnök jelöltség, aztán majd a miniszterelnökség, megmentjük Magyarországot Orbán Viktortól, de nyilván az se lesz elég, aztán az ENSZ főtitkári címét kell bezsákolni. Én meg úgy gondolom, hogy nekem volt egy ajánlatom a Budapest. Ez az ajánlat, ez meg lett mérve. Nem kellett, mert inkább volt fontos Karácsony Gergelynek Budapestből képezni egy ugródeszkát a még nagyobb hatalomhoz, mint Budapestet élhetővé, zöldé, sétálhatóvá tenni. Tudomásul kell venni, hogy az emberek nem kértek ebből. Mi megírtuk a programunkat, egy egyértelmű ajánlatot tettünk, nem kértek belőle, ezt mi tudomásul vesszük, és nem akarjuk mi mindenáron megváltani Magyarországot. Meglátjuk, hogy erre nyílik-e majd tér a következőkben. De én azért a magam részéről nem a hatalom megszállottja vagyok. Én nem akarok ilyen vagy olyan pozíciót elfoglalni. Én egy jól érthető ajánlatot akartam tenni a budapestieknek, továbbá egy példabeszéddé akartam formálni a saját kampányomat arról, hogy mi elvárható a politikától, és mit kell nyújtania, mit kell képviselnie és kifejeznie a politikának tőlünk nyugatra.
hogy ezzel meg tudom-e termékenyíteni a magyar közéletet, meg a magyar közgondolkodást, hát azzal kapcsolatban én szkeptikus vagyok, de ez nem ment fel engem az alól, hogy újra meg kell próbálni. De nem a hatalom a cél, hanem értelemszerűen a precedensek, az újabb és újabb polgári precedensek ebben a mélyen feudális társadalomban, azok, amelyek 5 év alatt, 10 év alatt, 15 év alatt megérhetnek és válhat belőlük egy polgári attitűd, válhat belőlük egy polgári identitás, és annak az alapjain válhat belőlük egy polgári kurzus. Puzsé Robert, köszönjük szépen. Én köszönöm.